üdvözlöm Önöket, főbb híreink röviden. Történelmünk nagy tapasztalata, hogy nekünk a lengyelek állandó, kipróbált, megbízható barátaink, akikre számíthatunk és akik számíthatnak ránk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormány gazdaságpolitikája végérvényesen megbukott, kommentálta a forint árfolyamának alakulását a Demokratikus Koalíció szóvivője. Izrael letartóztatott és vádat emelt két férfi ellen, akik a gyanú szerint a gázai övezetet uraló Hamász terror szervezetnek kémkedtek. Sikeres volt Szlovénia hamarosan befejeződő soros elnöksége az Európai Unió tanácsának élén, egyebek között a Nyugat-Balkán vonatkozásában, jelentette ki Borut Pahor szlovén államfő. A heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. Történelmünk különösen a vérrel írott 20. század nagy tapasztalata, hogy nekünk a lengyelek állandó, kipróbált, megbízható barátaink, barátaink a bajban, akikre számíthatunk és akik számíthatnak ránk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Gulyás Gergely a lengyelországi hadiállapot bevezetésének 40. évfordulójáról megemlékező konferencia nyitó előadásában arról beszélt, a két nemzet történelme összefonódott. Sors közösség ez, amiben nem csak érdekeink, értékeink is összekapcsolódnak, az egyéni és közösségi szabadságjogok, nemzeti önrendelkezés és az ezekért folyó küzdelem szabadságharc, fogalmazott. A miniszter az 1981-es eseményekről szólva kiemelte, a lengyelek számára ez valójában ostrom, hadi állapot volt, nem pedig szükséges rossz, szükségállapot, ahogyan azt a magyar kommunista propaganda próbálta beállítani. Úgy vélte, az 1980-as évek elejének Szovjetuniója az afganisztáni szerepvállalással a háta mögött már nem volt kellően erős, hogy beavatkozzon Lengyelországban, de a kommunisták a lehető legsúlyosabb intézkedésről döntöttek. Vojcech Jaruzelszki puccsa nyomán lengyel vér folyt, 10 000 embert internáltak, tüntetések, sztrájkok ellen alkalmaztak erőszakot. Egy ingatlanfejlesztő közjegyző előtt tett nyilatkozatot arról, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ ZRT a főpolgármester tudtával kiajánlotta értékesítésre a városházát, jelentette ki a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. Láng Zsolt a városháza előtt megtartott sajtótájékoztatóján közölte, a nyilatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában juttatta el hozzájuk az erről szóló levelet, amelyben azt is közölte, hogy az abban szereplő állításokat hajlandó megerősíteni személyesen a Városháza ügyet vizsgáló bizottság következő ülésén, illetve a rendőrség számára is. A szakember azt is állítja, folytatta a frakcióvezető, hogy az ügyben érintett Berki Zsolt ingatlan közvetítő 10%-os tiszteletdíjat kért az ügylet lebonyolításáért, a szokatlanul magas jutalékot pedig azzal indokolta, hogy abból magasabb körök is részesülnek a fővárosnál. A levelet ismertetve Láng Zsolt elmondta, a szerző azt írja, hogy 2021 májusában meghívták a BVFK irodájába egy a főváros által eladásra szánt ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatóra. A befektetésre ajánlott tételek között szerepelt a Városháza is 40 milliárd forintos ajánlati árral. A tájékoztatón Barcs Balázs, a BVFK vezetője beszélt, aki az ingatlanfejlesztés lehetséges alternatíváit is felsorolta, amiről már tanulmányok is készültek. Karácsony Gergely csütörtök délután Facebook oldalán reagált Láng Zsoltnak, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének sajtótájékoztatójára. Karácsony Gergely a közösségi oldalán azt írta, alighanem a hangfelvételek másik főszereplője, Zentai Péter, aki véletlenül sem azonos az újságíróval, mondta tolba közjegyző előtt azt a nyilatkozatot, amelyet Láng Zsolt most büszkén lobogtat a propaganda média nagy örömére. Zentai Péter főszereplője a magyar történelem eddigi legnagyobb tau csalásának, 14 milliárd forintnyi támogatást szedtek össze, olvasható a főpolgármester bejegyzésében. Sok százmilliónyi hasznot termeltek a Zentai Péterhez kötődő szervezetek, azóta Zentai Péter cége ott tanyázik a legnagyobb adótartozók szégyen listáján, írta Karácsony Gergely. Az meg csak a Fidesz hatalmi gépezetét ismerőknek tűnhet föl, hogy a legnagyobb adósok szégyen listáján van egy másik neves szereplő is, Gattyán György. Nemrég lecserélték a NAV teljes vezérkarát, azóta Zentai egy fideszes lejáratás kulcsfigurája, Gattyán meg pártot gründol nagykevélyen az ellenzék kárára a Fidesz érdekében, fogalmazott a főpolgármester.
A kormány gazdaságpolitikája végérvényesen megbukott, kommentálta a forint árfolyamának alakulását a Demokratikus Koalíció szóvivője. Barkóczi Balázs kiemelte, szerda délután volt, hogy 370 forintnál is többet kértek el 1 euróért, és az árfolyam csütörtök reggel sem kúszott lejjebb 369 forintnál. Külföldi híreink következnek. Izrael letartóztatott és vádat emelt két férfi ellen, akik a gyanú szerint a gázai övezetet uraló Hamász terror szervezetnek kémkedtek, idézte a Yihat hírportál a Shabakber biztonsági szolgálat csütörtökön tett bejelentését. A gyanúsítottakat a 30 éves Hussein Biari Jaffó lakost, akinek családja a gázai övezetben él, és a 33 éves Mohammad Ahmad gázai lakost, aki munkavállalói engedéllyel tartózkodott Izraelben, az izraeli rendőrség és a Shabak közös akciójában vették őrizetbe és adták át kihallgatásra november 29-én. A nyomozás során kiderült, hogy a párost egy gázai székhelyű Hamász kémhálózat szervezte be. A nyomozók megállapításai szerint mindketten Gázában találkoztak összekötőikkel, hogy megismerjék küldetésüket, és folyamatos kapcsolatot tartottak velük a műveletek során. A Shabak szerint a két férfit Muhammad Halawa Hamász operatív irányította. Sikeres volt Szlovénia hamarosan befejeződő soros elnöksége az Európai Unió tanácsának élén, egyebek között a Nyugat-Balkán vonatkozásában. Jelentettek ki Borut Pahor szlovén államfő a Szlovén Rádiónak adott interjújában, és egyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Bulgária továbbra is blokkolja Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásait. Pahor kiemelte, Szlovéniának nem sikerült áttörést elérnie Észak-Macedónia ügyében, melynek Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait Szófia továbbra is gátolja. Az EU nem tehet ott semmit, és ez veszélyezteti a hitelességét, mondta. Mindazonáltal úgy vélte, Ljubljana jó munkát végzett a nyugat-balkáni bővítési folyamatban, néhány ügyben olyan megoldás is született, amelyre senki sem számított. Az illegális migrációval kapcsolatban elmondta, a horvát-szlovén határfolyóban a Dragonjában nemrég vízbe fulladt 10 éves kurd kislány ügye megmutatta, hogy az EU-nak megállapodásra kell jutnia a közös menekültügyi és migrációs politikáról. Mivel jelenleg nincs ilyen megállapodás, a tagállamoknak a legjobb tudásuk szerint kell eljárniuk, hangsúlyozta az államfő. Petro Poroshenko volt ukrán elnök váratlanul megjelent a megújult parlamenti tévécsatorna a Rada televízió élőadásában és kisebb botrányt rendezett, számolt be az Ukrajinska Pravda hírportál. Poroshenko, aki most az Európai Szolidaritás ellenzéki párt vezetője, a TV parlamenti stúdiójában jelent meg hivatlanul a délelőtti műsor alatt, melynek a vendége egy kormánypárti képviselő, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke volt. Az ex-államfő odalépett a műsorvezetőkhöz és a kamerának háttalálva közölte, hogy a tévécsatorna hátráltatja a parlamenti képviselők munkáját. A műsorvezetők kérték, hogy foglaljon helyet az asztalnál és csatlakozzon a beszélgetéshez, de ezt Poroshenko elutasította. Ezután viszont szembefordult a kamerákkal és kijelentette, hogy az adófizetők pénzét jogtalanul költötték el a parlamenti tévécsatorna megújítására. Nem fogadta el az újságírók által felajánlott mikrofont sem, hanem némi vita után végül kilépett a képből. A holland polgárok 82%-a alig vagy egyáltalán nem bízik az ügyvivő kormányfő Mark Rutte most bemutatott koalíciós programjában, amely a következő kormány munkáját hivatott megalapozni. Derült ki a Hart van Nederland közvéleménykutató intézet legfrissebb reprezentatív felméréséből. A szerdán bemutatott közös program legjobban támogatott eleme a dolgozók, a családok és a középosztály tehermentesítésére szánt 3 milliárd eurós adócsökkentés volt. A hollandiai lakosok 61%-a támogatja ezeket az intézkedéseket. A minimálbér emelésére és a tanulmányi alaptámogatás visszaállítására vonatkozó tervek szintén többségi támogatást kaptak, 57, illetve 52%-ot. A válaszadók kevesebb mint fele, 46%-a ért egyet az ingatlanbérbeadói illeték eltörlésével és az ebből származó források lakásépítésre történő felhasználásával. A megkérdezettek 41%-a támogatja az egészséges táplálkozás ösztönzésére irányuló terveket, a cukoradó és a zöldséggyümölcs 0%-os áfájának bevezetését. Mintegy 250 milliárd dollárnyi kárt okoztak természeti katasztrófák 2021-ben a Swiss-Svájci Viszontbiztosító Társaság előzetes becslései szerint.
Ez az összeg 24%-kal több, mint a tavalyi. A biztosító társaságok ezzel összefüggésben 105 milliárdot fizettek ki, ami 17%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest, írt a közleményében a Swiss Re. A természeti katasztrófákat tekintve ez volt a negyedik legköltségesebb év a biztosító társaságok számára 1970 óta. 2021-ben a természeti katasztrófákból fakadó biztosított veszteségek összege újra meghaladta az előző 10 év átlagát, tette hozzá a csoport, amely a biztosítók biztosítójaként végzi tevékenységét. A Swiss Re rámutatott, az elmúlt évtizedekben átlagosan 5-6%-os veszteségnövekedést tapasztaltak. Végül egy gazdasági hír. A kormány 2010 óta mintegy 160 milliárd forintból csaknem 1850 kilométer kerékpárutat hozott létre, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás hozzátette, a kerékpározás nem csak Európában, hanem Magyarországon is egyre elterjedtebb. Egy tavalyi kutatás szerint a magyar lakosság 16%-ának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze, ezzel az arányjal az ország Hollandiát és Dániát követően Európában a harmadik helyen áll. A rendezvényen adták át a Kerékpáros Barát Település és a Kerékpáros Barát Munkahely címeket. Ehhez kapcsolódóan Sanda Tamás megjegyezte, a díjazott önkormányzatok és munkahelyek jelentősen hozzájárulnak a belföldi kerékpározás népszerűsítéséhez és fejlődéséhez. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a Breuerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, maradjanak velünk, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma az ország jelentős részén erős lökésekkel kísért északi szél várható. A középső területeken szakadozott felhőzet, esetenként napsütés is előfordulhat. Este is marad a szeles idő. A hőmérséklet jellemzően mínusz 2 plusz 8 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!